Folytatódott az aranyat érő beszélgetések az Aranybulla könyvtár nagy népszerűségnek örvendő portrésorozata. Az est háziasszonya, Bokros Judit újságíró vendégei, a mindenki által kedvelt Cseh Kata és Balogh Mihály színészpár voltak, akik meglepetéssel készültek, Molnár Ferenc Színház című darabjából adtak elő egy részletet, de természetesen teljesült az a cél is, hogy a független társulatok alkotó embereit is kicsit másként is megismerhesse a közönség. Nagyon sok jó csoport van valóban, most a Prospero színkört nem említettem ezen, a Péntek Három Teátrum is van, de vannak diák csoportok is, amik nagyon jók, akár a Tedi Diák Színpad, vagy a Fehér Holló Diák Színpad, úgyhogy tényleg nagyon pesgő szerintem ez a székesfehérvári színházi, illetve a Vörösmarty Színház mellett is vannak egyéb lehetőségek. Cseh Katát és Balogh Mihályt, akik 2019 óta a magánéletben is egy párt alkotnak, a színház szerető közönség már több emlékezetes független színházi produkcióban láthatta szerepelni, akár együtt, akár külön-külön. Balogh Mihály a Szabad Színháznál kapta első főszerepét a Béla Király című Szabó Magda műben, ma pedig már az Örökség csoportnak is megbecsült tagja. Először meglepődtem, aztán elkezdtem izgulni, hogy egyáltalán lesz-e itt valaki, érdekel-e valakit, hogy én itt most leülök, és akkor anekdotázgatok, vagy beszélgetek. Aztán hát mindenképpen egy nagy megtiszteltetés, és igazából így fel se fogom, hogy, mert ilyen azért még nem volt, hogy valaki csak azért jönnek el, mert rám kíváncsiak, mert általában ugye azon egy előadásban szerepelek, hogy az előadásra kíváncsiak, illetve én is ugye úgy megyek oda, hogy tudok egy szöveget, olyan nagyon nem mehet mellé az egész, szóval én nekem ez egy kicsit most ilyen izgulós délután egyelőre, és persze megtiszteltetés. Cseh Katka 2016 óta a Szabad Színház tagja, már első főszerepében a Káosz című darabban is sikert aratott, és azóta meg annyi előadás után élhette meg a közönség szeretetét, és párjához hasonlóan immár ő is részt vesz az Örökség csoport munkájában. Együtt élünk Misivel a magánéletben is, pártalkotva, igen. Öt éve költöztünk össze, a Szabad Színházban ismerkedtünk meg, és nem tudom, tulajdonképpen ugyanolyan izgalmas és játékos a magánéletben együtt élni, mint együtt játszani a színpadon. A bensőséges hangulatú diskurzusban megtudhattuk, hogy mindketten civil munkájuk mellett fordítanak időt a színjátszásra, ami életük egyik fő mozgatórugója, de a szerepek mellett természetesen szó esett a pályájukról, mindennapjaikról is.